Köszöntjük Önöket a Total Car 2016-os őszi szezonjának záró műsorában. Kezdetnek kérem, tekintsenek meg egy autót, amiből nagyon valószínű, hogy csak egyetlen van az egész kerek világon. Aki az M3-as autópályán szágult Budapesttől Nyíregyháza felé, itt Mezőkeresztes térségében valószínűleg épp annak örül, hogy megúszta a telepített trafipaxokat, és eszébe se jut, hogy mi történt itt, mindössze 2 évvel Eger 1552-es ostroma után, amikor is Bornemissza Gergely ugye arra felé van Eger, itt megütközött egy portyázó török sereggel, sajnos nem igazán sikerült jól a hadvezetés, hiszen Bornemissza Gergelyt elfogták, Isztambulba vitték, és hát próbáltak érte közbejárni magasrangú magyar főurak, nem igazán volt sikeres a közbejárás, tekintve, hogy Bornemissza Gergelyt Isztambulban felakasztották. Mezőkeresztesen van második világháborús emlékmű, 1956-os emlékmű, Trianon emlékmű, van egy szépen felújított református templom, kicsit beljebb a magyarok nagyasszonya, katolikus templom, itt született Koncz Gábor, és már az ő arcberendezkedése alapján azon se csodálkozunk, hogy Munkácsi Mihály, amikor egy honfoglaló témájú festményt kellett készítenie, itt ezen a környéken találta meg a kellően honfoglaló arcú statisztákat, a festmény egyébként az Országházban tekinthető meg. Mezőkeresztes legkomolyabb nevezetessége mégsem a felsoroltak, hanem egy autó. Az autó, amiből Magyarországon egészen biztosan csak egyetlen darab van, és kérdeztem a magyar importőrt, hogy utána néztek-e, hogy van-e még Európában, nem tudnak róla, és mivel ezt a típust nem forgalmazták globálisan, szinte 100%, hogy az egész világon csak egyetlen van belőle, egy Peugeot 407-es, 2 liter. Jaj, mégis csak hülye ötlet volt az ideállás. És kérem, ez pontosan. Igen, azonos. Rendes alufelni. Hát akkor dolgozzunk is egy kicsit. Ádám, hogy jutottál egy 1 millió kilométeres 407-eshez, illetve hogy hogy mertél megvenni egy 1 millió kilométeres 407-est? Hát miután tudtam, hogy nagyon sok millió forintot rálocsoltak már ezelőtt, illetve újkora óta azért biztosak voltunk az élet útjában. Mert hogy ezt apukát használt a cégautóként? Hát igazából az elnök a főnöknek az autója volt. Ugye a főnöke? Hát az apukával is használta. És hogy tudták belerakni az 1 milliót kevesebb, mint 10 év alatt? Ez nagyon érdekes kérdés. Hát ez akárhogy számolom, azért évi 100 000 kilométer, és hát ugye... Hova jártak vele? Ez csak Magyarországon belül, én jól tudom. Tehát akkor ez nem egy ilyen stráda autó, Budapest-Passau vagy akármi Hamburg? Ez külföldön nem igazán. És így ez kizárólag Magyarországon. Hát ugye nagy... Hát olyan kérdésünk támad, hogy hogyan sikerülhetett ezt az 1 millió kilométert beletenni az autóba, illetve hogy ez milyen utakat tett meg, külföldön járt-e, vagy csak itt Magyarországon? Hát igen, ez nem nagyon van. Magyarországot jártuk vele. De hogyan? Éjjel-nappal ment az autó? Hát most is van egy 508-asunk, tavaly vettük júliusba, ma 140 ezer van be. Milyen komolyabb bajai voltak az autónak? Tehát miket kellett cserélni, ezek a szokásos dízel... Igen, fényerege volt cserélve előállától, turbóban vagy 2 injektorok voltak, sem váltak az eredeti. Volt olyan, hogy lerohadt valahol az autó az 1 millió alatt? Egyszer kellett trailerezni, de akkor elvileg beletankolva. Akkor ez igazából egy hibátlan autó? Tehát, hogy... Hát szerintem hibátlan. Hány évig tervezik, hogy még megmarad? Hát szerintem még vagy 5 évig megmarad. Hát köszönjük szépen! Fényezésen nem látok semmi olyat, amiből a kilométerrel következtetnék. A lámpabúrák már kicsit teüvegesednek, de az csak a kor, az nem a kilométer. Hát,
Ez több, mint valószínű. Erre? Arra. Azt nézd meg! Kipucolgatja itt a szelepfedelet. Hát ez nem csak kis ronnya, de... Mennyivel vettétek? 978 ezerrel. És nagy ünnep volt, amikor elérkezett a 999.999? Én nagy ünnepre számítottam, de aztán végül is az történt, amire nem számítottam, hogy gyakorlatilag a 6 darab 9-esnél az óra nem sikerült átfordulnia. Tehát azóta is 999.999. Nem számoltak ezzel, hogy valami magyar majd ezt eddig fogja használni. És nem hittek az autóban sem, hogy egyáltalán megéri. A napi számláló működik azért? Az még működik, és hát ugye abból tudunk következtetni, hogy azután még mennyit ment. És kb. Mennyire tapsálnád most? Mikor állt meg ez az óra? 3 hete talán. Az autós újságírás, illetve a használt autó tesztelés egyik legfontosabb dogmája. Nézzük meg a pedálgumik kopottságát. A kuplung egy nagyon picit el van kopva, azt mondanám, van ebben legalább 200 ezer kilométer. Mondjuk ezt levehetem? Igen. Nincs olyan korrang. Ott azért látszódni fog. Na! Ezzel látszik, de váltógomb. Hát arról is levált, itt is valami bőr lehetett, ott még maradványai vannak. Jó, hogy ez itt bőr volt, és idáig azt akartam mondani, hogy nem kopott, de hát azért nem kopott, mert pont a bőr lemet róla, de olyan, mint egy ilyen Honda váltógombra beindítom. Ott van! 999.999 kilométer. Ez olyan, mint egy max. 300 ezer kilométeres taxi. Se. Tény, hogy néha-néha azért előfordulnak hibák vele. Tehát egy-egy turbónyomás szelep, egy kis generátor szabadon futó, így pár havonta beszalad egy ilyen. De alapvetően azért még nem állt meg soha. A kuplung az egy, azon érezni, hogy használt. Így menet közben már kicsit, mint a lötyögősebbnek. Nem, ez egy normális, ez egy Peugeot szinten normális 0 kilométeres váltónak tűnik. Uramisten, semmi. Tehát ahogy fut, az alapján bármelyikükből előbújna a szundikáló nepper, és föltenné magában a kérdést, hogy mennyire tekerném vissza. És az én belső nepperem azt mondja, hogy mindenképpen 300 ezer kilométer alá. Az én autós újságíró pályafutásomat ezt kísérte végig így a francia autók kapcsán, hogy mindig a Citroën és a Peugeot is mindig fogadkoztak, hogy ez most már jó. És mindig röhögtünk, amikor elkezdtük tesztelni az autókat. És most nem tudom, hogy a vaktyúk is talált szemet, de itt mintha igazat mondtak volna. 1 millió kilométer. Uramisten. Élni fog az az autó 1 millió kilométer múlva, aminek Gábor ver a seggére. A Nissan GT-R korábbi változatai egy kicsit olyanok voltak, minthogyha a prostata problémák korszakába lassan beérkező, tehetős férfiak vizelettartási stressztesztjére lettek volna kifejlesztve, olyan bitangul, alattomosan tudtak rázni, de állítólag ez a mostani, ez a legújabb változat, ez kényelmesebb és élhetőbb, mint valaha. Hát, ha valamit, akkor ezt biztosan leolvashatják majd, jó esetben csak az arckifejezésemről. Korábban mindig az volt az érzés, hogy a GT-R nem annyira gurulni szeret az úton, mint inkább tönkretenni maga körül mindent. Tényleg rendesen becenevéhez méltón Godzillaként szétrombolni az egész univerzumot. Mostanra viszont sikerült odáig eljutni, hogy egyrészt rugózik. Másrészt csillapít. Harmadrészt nincs benne üvöltő zaj, mert a kerekek gördülési zajának egy része nem jön be a kabinba. Dupla, akusztikailag szigetelt szélvédője van, extra hangszigetelése.
Itt a középkonzolon lett egy vadi új és a korábbinál nagyobb képernyő, mire ráadásul nem is csillog olyan vészesen. 70 fokos olaj, 82 fokos olaj a váltóban, a 70 ugye a motorolaj. Még 371 kilométert tudunk megtenni. A könyöknél olyan mélységű habszivacs van, szerintem direkt úgy csinálták, hogy combról vettek mintát, annak is a belső feléről, hogy ez nagyjából ugyanazt az ellenállást fejtse ki, és ugyanilyen tapintású legyen. A legfontosabb, ami a mérnökök munkáját dicséri, az az, hogy utazásunk másfél órája tart, és még mindig nem pisiltem be. Ugyanis ennyire klassz lett a rugózás, ennyire jó az általános komfort ide bent. Minden igaz, amit mondtak. Kérem, engedjék meg, hogy bemutassam önöket Izumi Shiojának, a motorépítő Takuminak, aki a Nissan egyik meglehetősen laboratóriumszerű motorépítő szobájában ezt a konkrét VR38 DLTT-t készítette, vagyis azt a most már teljesen alanyi jogon legendássá vált motort, ami 3,8 literes, V6-os, 2 darab turbó tömi, és a mostani állapotában 573 lóerő és 673 Nm. Igen, nagy szeretettel köszöntöm Önöket abból az alkalomból, hogy kikanyarodtam a Diósförge Patonyi Szlovákia ringre, és sajnos mindjárt véget ér a Box utca, ez itt a vége. Egyfajta tisztelet alakult ki bennem a GTR iránt, részben a tömege, részben az értéke, részben a egészen szürreális viselkedése miatt, a tempó, amit csinál, hogy állandóan el kell hitetnem magammal, hogy nem, ez itt még oké, ez oké, ez oké, és érezni, ahogy a kormány nehezedik el, de még fordul, még tapad, és odalépünk neki, és mint a veszedelem és a féktávon, az orrával, minthogyha betúrná magát a föld alá, a világ messze legzseniálisabb összkerékhajtási rendszere, az Attesa ETS, ami össze-vissza tologatja az alapvetően teljesen hátsó kerékhajtású GTR nyomatékát előre, aszerint, hogy éppen mi fér ki. Olyan tempót megy, és közben úgy kommunikál, hogy az ember esze megáll. És közben az érfalaim másfélszeresükre tágulnak, ahogy folyamatosan valamerre folyik a vér a testemben. És még itt is elfordul, hogy a legtöbb utcai autó versenypályán szétesik, érdektelen lesz, és érezni, hogy nem odavaló, és szenved. Kivéve úgy nagy általánosságban a Porsche-kat, és most már azért beír rám ebbe a listába a GTR-t is, mert ez inkább csak nagyon kisfiút csinál belőlem érzésre. Ha engem kérdeznek, én szívesebben nézem a GTR motorterét belülről, mint kívülről, mert az a nem nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok változás, amit csináltak rajta, attól szerintem nem lett egy szebb autó, hanem inkább csak egy kicsit zavarosabb külsejű autó lett, de mivel a GTR, hál' Istennek, soha senkinek nem akart a szó hagyományos értelmében tetszeni, hogy ez az autó soha nem akart felszedni vagy meghódítani valakit, kizárólag szétcincálni és kiköpni, ezért tulajdonképpen ezekkel az extra kis izékkel, amik rákerültek, bizonyára 3%-kal hatékonyabban tudja a cincálást és köpést intézni. Ezen a területen nem változott semmit a GTR, most is ez definiálja viszont a legjobban az oldalnézetét, hogy a teteje olyan, mintha egy kis teraszként lenne, csak egy fölé nyúló kupakként lenne a kabin fölött, amitől még egy kicsit masszívabbnak néz ki valahogy, meg repülőgépesebbnek, és itt sűrűsödik össze a hátsó tömeg. Ez. Ezen a ponton aztán semmi filigránság nincs, csak egyfajta esetlen böszmeség, és ha valami igazán markánsan megjeleníti az R35-ös GTR-t, az ez a két kör és ez a két kör, mindegyik meglepően nagy, teszek melléjük emberi fejet, hogy oké, az egy lámpa, de ez itt kipufogó, és ráadásul négy van belőle összesen, még annyit érdemes tudni róla, hogy a kipufogó titánból van. Bizonyára azért, mert amikor hegesztik, akkor olyan csodálatos szivárvány színű varratok keletkeznek rajta.
És végül oldjuk fel a nevet, a GTR-ből a GT a Grand Turizálást jelenti, vagyis a nagyvonalú urizáló, ahogy benne is van utazást, az R pedig a racingre utal. Tehát ez egy olyan autó, amivel lehet menni urasan, és lehet menni racingesen. Tudom, hogy egyesek szerint hiába bármilyen szenvedélyes egy menet, nem ér semmit, ha csak 2,9 másodpercig tart. Ne pislogjanak! Ott van! 100! Ó, és mennyivel előbb volt a 100, mint amennyire legéstem a mondásáról. Tekintettel arra, hogy én ennyire elegáns bőrbe még sose hánytam, most egy egész kicsit visszaveszünk, és megnézzük, hogy mi van akkor, hogyha a gépjármű végre megtudja, hogy pályán van. A tempó lassabb résznél csak vicceltem el. Gázra egy kicsit szűkít az íven még, de hogy honnan talál extra tapadást vele az elejére, azt esküszöm nem tudom. 2:20, 30, 40, 50. Atya, úristen, és hogy milyen stabil féktávon. Megígérem, hogy legközelebb már nem vágok hülye arcot, de nem bírom ki a bukkanóna, nem hülye arcvágást, hát nem vagyok én egy szemtelen Ayrton Senna. A GTR-ről azt hiszem az mond el a leginkább mindent, hogy a menetbiztonsági elektronika teljes kikapcsolásának még a negyedik körben sem éreztem szükségét, nem folyt meg a menetbiztonsági elektronika, nem veszi el feleslegesen, nem öli meg a játékot. És ha befordítjuk és nagy gázt adunk, minimális ellenkormányzással szépen elküldi a fenekét. De hát ugye ez nem egy drift autó, hiszen összkerekes és arra van, hogy gyors legyen, de arra mondjuk eléggé jó is. Ebben a sebességtartományban nem árt, ha az embernek valaki fogja a kezét. Mondjuk én azt se bánnám, ha az illetőnek fehér ruhája lenne és szárnyai. Én elég sok öreg, szörgő, analóg, cepesen erős és nagyon erős sport- és versenyautóval mentem már életemben, de közben ebben a nyakig bimbifóka bőrbe vart, nagyon kényelmes, összkerékhajtású, hiperintelligens GTR-ben jelenleg minden pórusomon ömlik kifelé. A tesztoszteronnak és az adrenalinnek egy olyan undorító, vegyes keveréke, amiért azt hiszem csak orosz rulettezésre használt bordélyházi szobákban lehet találni normális körülmények között. Eszement vadállat, de... Tartsanak! Jövőre is! Nem! Ne maradjatok le a titkos részeinkről, hogy ne hagyjuk le mindig az operatőrt. Készül a saját kamerás kergetőkocsink. Kell találnunk egy Outlandert, hiszen az Outlander nyerte a fárt autó kerestetik összehasonlító tesztünket. Ez egy kiváló misszió. Használatot vásárolni. Látatlanban, külföldről, a kínálat legaljáról. Nem egészséges ebbe valami, de ezt majd megtudjuk. Tegyük fel a trélerre. Hogy bárki, ha megkérdezné, hogy csináljon-e ilyet, azt mond rám, hogy óta ne csináljon soha. Nem megy nagyon jól. Füstölünk. Az autó, amit megvásároltunk, valójában alig több, mint egy darab hasznavehetetlen, japán eredetű, de mostanra félig elpusztult alkatrész. Ki volt ez az állat, és miért csinálta ezt? És kézzel foszlik az anya. Ilyet nagyon ritka látni. Mire ez a motor visszakerül az eredeti állapotába, már mindenki úgy fog rá gondolni, hogy csak menjen. Egyikünk
magunk sem szeretné végigolvasni azt a listát, hogy mi mindent kellett kijavítani ahhoz, hogy egyáltalán működőképes autó legyen belőle. Pedig az autóvá válás itt valójában nem a sikeres célba érést jelentette, hanem azt, hogy sikerült nagy nehezen valahogy felvergődnünk a rajtkőre. Kizárólag a Viaszat 6 műsorán.